Tíz évig dolgoztak rajta, tíz évig úton volt, most pedig végre pályára áll egy üstökös körül a rozetta űrszonda. Sőt, ha minden jól megy, novemberben vizsgáló egysége le is szár rá, hogy ott kutatásokat végezzen. A Rosetta bizonyos egységét magyarok tervezték. Az MTA mérnökével Bálnak Isztánla beszélgetett. A nap felé száguld az 5 kilométer hosszú, leginkább gumikacsára emlékeztető csúriumov Gerasimenko üstökös. Ehhez érkezett meg több mint tíz éve tartó útjáról a Rosetta űrszonda. Nagy kitérőkkel a bolygók vonzását kihasználva bonyolult hintamanőverekkel közelítette meg. A tervek szerint ezentúl mellette halad tovább, így követi minden rezdülését. Egy kisebb leszálló egység pedig a tervek szerint novemberben landol majd az üstökösön. Az üstököst azért szeretik a tudósok, csillagászok, mert úgy tartják, hogy ez hordozza a naprendszernek az ősanyagát. Tehát amiből összeállt a naprendszer, annak egy olyan maradéka, hogy tulajdonképpen a vizsgálatokkal visszanézhetünk 4-5 milliárd évvel ezelőttre. Az emberiségnek először van esélye a naprendszer keletkezésének korából anyagot találni, mondja Apáti István, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának mérnöke. Az új adatok akár arra is magyarázatot adhatnak, hogyan alakult ki az élet a Földön. Apáti 20 évvel ezelőtt ennél az asztalnál tervezte meg a Rosetta leszálló egységének egyes műszercsomagjait. Az intézetben készült a leszálló egység lelke, a kompjúter is, amelynek nem csak hogy 10 évnyi repülést kellett kibírnia, de előre be kellett táplálni minden tevékenységet, hiszen a nagy távolság miatt a földről nem vezérelhető. A teljes projekten többek között német, francia és orosz szakemberek is dolgoztak. A magyarok alapvetően ezen a leszállóegységen vannak, tehát nekünk ez most egy nagy esemény volt annyiban, hogyha ez nem sikerül, akkor a leszállós egység se fog soha leszállni. Mi ennél jobban várjuk azt a november 11-ét. A leszállás azonban, ahogy Apáti mondja, a kis gravitáció miatt rendkívül bonyolult és nagyon kockázatos és csak egyetlen esély van rá. Bálnakisztella hír 24